Ez háromból meg lehet csinálni. Az így lenne. Igen. Az utolsó képkockák sorakoznak egymás után, egy kis finomítás, apróbb változtatás van csak hátra. Az ötlet tavaly előtt született meg, a nyersanyag pedig idén tavasszal már a vágóasztalra került, most pedig mindössze 5 hét van vissza a premierig. Véghajrához érkezett a Haza című film, a székesfehérvári Lantai Májer József szibériai hadifogoly naplója elevenedik meg hamarosan a filmvásznon. Ezek már csak ilyen szöszölések. Én amikor először láttam egyben a filmet, akkor csináltam egy listát, és egy ilyen 10 néhány pontos kis vázlatpontban felírtam magamnak, hogy miket változtatnék. Ehhez képest a Jánosban megérkezett egy Excel táblázattal 60 plusz hibaponttal, úgyhogy van mit csinálni még, még zeneileg is most alakul, de amit én hallottam belőle, az a másfél percnyi, az olyan, hogy a libabőr, és amikor meghallottam, akkor a könnyem is kijött, úgyhogy Cserta Balázsnak nagyon nagy hálával tartozunk a zenéért. A felvételeken a fiatal székesfehérvári születésű katona, Lantai Májer József, az első nagy világégés során az arcvonalban megélt harcait, illetve szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be naplója alapján. A történetet több mint egy éven át forgatta a stáb, készültek felvételek például a Pákozdi Katonai Emlékparkban és Erdélyben is. Nagyon sokat változott bennem ez a történet, ahogy most már több mint egy éve élek ezzel az egésszel, és furcsa módon most kezd kialakulni bennem egyfajta válasz arra, hogy én miért is mondtam igent arra, amikor a Szilvi jó másfél évvel korábban erről megkérdezett. Mert furcsa módon ez ugyan Lantai Májer József története, de ennél sokkal több. Ez egy család története, egy ismeretlen történet Fehérvárra hazatér. 1, 2, 3, 4! A rendező hozzátette, ebben a történetben rengeteg vágyakozás van, bár egy dokumentarista jellegű, de nagyon érzelmes film lesz. A történelmi alkotást október 26-án este 7 órakor láthatja a közönség a Vörös Marti Színházban, melyet 17:30-kor egy közönség találkozó előz majd meg. Ekkor a film megszületésének hátteréről hallhatnak részletes információkat a vendégek. Ennek keretében Vakler Lajos műsorvezető kollégánk Kovács Szilviával és a Napló tulajdonos családtagokkal beszélget majd.